Az egyik legszörnyűbb rejtélyes Minecraft verzió. Alfa 1.2.7. Vajon mivel vagy mikkel fogok itt találkozni? Nézzük is. Jó, elvileg el is indítottam a verziót, és itt egy tök barátságos menü. Új, itt van egyből egy ilyen hexadecimális kód, ez nem tudom mit jelent. 5-5-21 és ó. Szóval ez jelenti. Nincs sok minden, csak a texture pack, multiplayer, single player és kettő világ van. Megnézem az elsőt. Jó, be is dobott, és nagyon hasonlít még, amikor a Chaos verziót teszteltem le. Volt ez ugyanaz a világ, mint amikor a Chaos verziót teszteltem le. Akkor nem tudom, mi a különbség, megnézem a másik világot. A másik világ az egy ilyen tök normális erdő. Ez amúgy nem is olyan rossz így. Elkezdett beesteledni, és nem igazán tudom, hogy mit csináljak. Ja, van 64 fám, hát akkor szerintem építek egy házat. Jó, építettem egy placot a fák tetejére, viszont tényleg nem történik semmi. Difficulty peaceful-on van, lehet, hogy át kell rakni normára, és akkor úgy spawnolhat valami. Aha, ott ég egy fa. Azt megnézem. És itt nem egy fa ég, itt az egész erdő ég. Azt a mindét, itt mi történt? De ez nagyon terjedt, hát itt le fog égni az egész erdő. Volt. Ez valaki felgyújtotta, vagy ez mi? Ó, itt régi láva textúra. Ó, és itt egy tehén, aki... Te hogy nézel ki? Kicsit bugosan égek amúgy. Rám van stackelve a tűz. Volt. Ez mitől van? Ó, ott egy creeper. Haló, a creepernek nincs arca, de fura. Egyébként nem tudom, hogy tud terjedni így ez a tűz, de már a hegyre felterjed. Az egész világot letarolja ez a tűz. Én most veszem észre, hogy nappal van, de mégis éjszaka maradt. Akkor ez egy ilyen örök éjszaka ez a világ. Itt egy kereszt, ez eddig itt volt? Volt? Ott egy tábla. Ez nagyon hangos volt, jó, lejjebb kell vennem a hangot. Mi volt ez a fuvallat hang? És ez a tábla, ez eddig fix nem volt itt. Látlak téged, hehehe. Hát jó, az előbb kicsit váratlanul ért, viszont nekem kaját kéne amúgy most égetnem, mert meg fogok halni konkrétan éhezésbe, és nem akarom megenni a malac húsokat, mert jobban meg inkább kisütni őket, mert itt még nem volt csirkehús, szóval csak a malac dob kaját. Hopp, elkezdett feljönni a nap, ez az. Oh, ez mi volt? Ez nagyon fájt a fülemnek. Na, nem tudom, hogy mérjed ezek meg ezektől a kis ilyen semmilyen ilyen kis glitch hangoktól. Lehet az is hozzáteszem, hogy full néma a játék, és tök fura, hogy tényleg semminek nincs hangja, csak néha ilyen nagyon hangosan bejön. Hú, megijedtem a tehéntől. Bejön valami hang, és ott is egy kereszt. Ja nem, az előbb már oda termet, jó, akkor semmi. Nem baj, itt az első kisült húsom, ez az. Feltöltötte a fél HP-mat, tök fura, úgyhogy itt még nem volt kajacsík. De egyébként mennyire fura, hogy ahhoz képest milyen kevés dolog volt egy Minecraft világban, tehát tényleg csak itt vagyok egy ilyen erdő bajomba. Szén, vas, sóder, és köbö így ennyi, ami itt van a közepben. Elindult a C418-13 CD. Jó, hangkeverőbe leévettem az egészet. Egyébként ez az ijesztő verzió más, mint az eddigiek, mert itt már folyamatosan történnek a dolgok, a többinél meg nagyon sokat kellett várni, és ezek nem tudom miért ilyen furák ezek a creeperök, meg miért nem robbannak be. Megint itt egy hang. Jó, viszont nem történt semmi, csak bejátszott egy hang, oké. Okay. Addig örülök, amíg élek. Ágyat, ha jól emlékszek, nem lehet What? Várjatok már ez. Micsoda? Előbb craftoltam és úgy termett ide a tábla. Jövök érted. Jó, visszatér, vágyat, hogy nem lehet craftolni, jól emlékeztem, de micsoda? Ez mikor termett ide? Na jó, innen el kell mennem. Úgyis kiégett az összes vasam, meg a húsom. Miért nem égtek még el ezek a fák? Ez csak most esett le nekem. Ezeknek már mind le kellett volna égniük, de körülbelül amióta Kirobrány belépett a játékba, micsoda? És mi volt ez a glitch hang egy pillanatra? Hát, hogyha tényleg belépett valami player vagy valami AI, akkor szerintem azt látom kéne innen. Legalább a malac átlagosan néz ki, bár amúgy ez is. Jó, hogy neki kettő feje van! Azt akartam mondani, hogy legalább a malac normálisan néz ki. Jó, erre nem számítottam. Szerencsére nem esett bele sok a tűzbe. Hát jó, akkor úgy néz ki, hogy Herobrine itt elkezdett velem szórakozni ebbe a verzióba, és itt még több malasz lesz spónolt. Ez nem is tudom, hogy előbb itt voltak-e, és na ez mi? Ez tuti nem volt itt az elő. Ó, ne már is megy le a nap, na ez most pont nem kéne. Jó, malasz téged megöllek, nem tudom. Rajta vezettem le a feszültségemet. Vizes vödör van már ebbe a verzióba, mert akkor tudnék csinálni nether portált. Ez elég vicces lenne egy alfába. Jó, bejöttem egy bányába, lehet ez nem volt most életem legjobb döntése, de hát jó, vége is van a bány. Felgyulladtam full random, és elkezdett megint játszani egy CD-t a játék. Igazság pillanatban van, hogy lehet vödröt csinálni alfába, is lehet, nagyon jó. Itt egy redstone fákja, ez valószínűleg most spawnolt ide, jó, ezt elviszem. Hát jó, akkor itt az ideje lávapult készíteni. Nem gondoltam volna, hogy egyszer a Minecraft alfába volt lávapult építeni, de azért ez elég menő. Megvan a nether portál. Glitchelt egyet a világ. Táblákat nem látok. Ó, de itt van valami. Egy ilyen aranyblokk ilyen netherrackeknél. Nincsen vasságám sajnos. Volt itt ebbe a verzióban, hogy kellett flintensteelt craftolni. Ó, így. Nem működik a nether portári. Megyek felfedezni, mert nem tudom mit csináljak. Ó, hogy ez egy nagy sziget, amin voltam. Aha. Mi történik, hogy elhagyom ezt a szigetet? Gyerünk! Ó! Elindult megint a CD. Herobrine megint fellépett a szerverre, viszont nem történt semmi, jó. Akkor már kettő Herobrine van fent a szerveren.
Ez konkrétan elém termett. Az durva. Az igen. Megint kidobolt az összes cuccom, és itt egy kód. Megint egy ilyen hexadecimális kód. Ó, ez azt jelenti, hogy Herobrine. Na jó, most már ezt is tudom, és eltűnt az összes fákjám. Felgyulladtam, ne már, most ezért fog meghalni, ne! Szomorú. Ezután egy kicsit kiafkoltam, és pont amikor nem voltam gépnél, ez történt. Na jó, nekem ennyi elég volt, és nem bírom bezárni a játékot, de miért? Oké, inkább törlöm is.